egy nagyon jó és egy értékes programmal várjátok a városlakókat, jótékonysági bulit szerveztek egy nemes ügy érdekében. Igen, én januárban eldöntöttem, hogy csinálunk egy olyan jótékonysági bulit, ahol egy olyan célt tűzünk ki magunk elé, ami a valóságban is elérhető, amire tényleg össze tudjuk szedni a pénzt, és nem valami beadunk pénzt, és majd a nagy tengerbe elúszik a csepp, hanem tényleg annyit szeretnénk összegyűjteni, amiből meg tudjuk vásárolni azt a kitűzött célt. Mit lehet tudni erről a buliról? Helyszín az adott, milyen programmal várjátok az érdeklődőket? A helyszín igen, itt mögöttünk a Roktár, és azért a Roktárt választottuk, mert szerintem Féletyházán most ez a legnagyobb hely, ahol jó bulit lehet csinálni, jó retro bulit lehet csinálni, ami úgy kezdődik, hogy 9 órakor a Láma Dalai élőkoncert, 10 órától pedig végkimerülésig reggel 4-ig, 5-ig 6 DJ, Basis Zoli, DJ Kopasz, Parádi Józsi, Fejes Sanyi, Tokai Pali barátom és jó magam leszünk, és amit nagyon fontos, mindenki egyszóra igent mondott a cél érdekében. A szervezés gondolom sok munkát igényelt, de gondolom eléggé sokan támogatták. Igen, igen, tártkarokkal várt a média is, és még hát van több mint 2 hét, ezt még azért végig kell dolgoznunk, mert tényleg sok embert szeretnénk. Nagyon jók a visszajelzések, hogy ezért a célért tényleg érdemes érdekes alakozni is, mert van egy alapítványi számlaszámunk, amin keresztül lehet támogatni a rendezvényt, illetve elindultak az elővételes jegyértékesítések, és én bízom benne, hogy az összes jegyet el fogjuk tudni adni elővételben. Milyen eszközről van szó pontosan, erről mit lehet tudni, mennyibe kerül, mekkora keret kell hozzá? Nem véletlenül választottuk ezt a címet a rendezvénynek, hogy született Kiskunfélegyházán. Igaz, hogy én nem Kiskunfélegyházán születtem, de rajtam kívül a másik 5 diszkós barátom például Félegyházán született, és most már lassan 4 éve, hogy nem született senki Kiskunfélegyházán. Bízunk benne, hogy egyszer vissza lehet állítani Kiskunfélegyházán a szülészetet. Első lépésbe egy olyan berendezést szeretnénk vásárolni, ez egy ultrahangos fejegység, ami ma a járóbeteg, tehát a nőgyógyászati járóbeteg ellátáson nélkülözhetett, és ma egy ultrahangér is át kell menni Kecskemétre. Ennek az ára 1 millió forint plusz áfa, plusz ennek a vezérlő szoftvere a másik 1 millió forint, tehát kb. 2 millió forintot szeretnénk ezzel a rendezvénnyel összegyűjteni. És hát bízunk benne, hogy a buli egy nagy durranás lesz.